Újabb kiállítást nyitottak meg csütörtökön délután a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtárban. A Haditechnika címmel nyílt tárlat a Zrínyi kiadó fotósának, Baranyai Lászlónak, mintegy két évtizedes munkáját öleli fel. A tárlatot Hajdú Ferenc ezredes nyitotta meg, aki elmondta, nagy büszkeség ez az esemény a kiadó számára. Baranyai László több mint két évtizede, hogy a Haditechnika folyóiratnak a külső fotóriportere, és nagy büszkeségre ad okot mind a kiadónak, mind a Haditechnika szerkesztőségének, hogy ennyi gyönyörű fényképet, amivel a Haditechnika különböző számait illusztrálta, itt egy tételbe láthatjuk. Baranyai László pályáját a MÁV szolgálatában kezdte el, mint dízelmozdony szerelő, de a fotózás már ekkor is érdekelte. 2001-ben kapott lehetőséget, hogy fotóit szélesebb körben is bemutathassa a Haditechnika folyóirat illusztrációiként, és mostanra 23 éve dolgozik a lapfotósaként. Mint fogalmazott, mindig is az mozgatta, hogy nyomot tudjon hagyni maga után a világban. Az életem kiemelkedő eseménye, úgy mondjam. Arról nem is beszélve tehát, hogy a MÁV műfáz megkeresett, és hogy tudnák-e nekik produkálni egy kiállítási anyagot. Hát ez a kiállítási anyag a 2001, illetve 2010-es esztendőnek az eredménye. És igen, megtiszteltetés számomra. A kiállítás megnyitójának különlegessége az volt, hogy maga az alkotó vezette körbe az eseményre látogatókat a teremben. Baranyai László minden munkájához egy-egy gondolatot, emléket fűzött. A tárlat egy hónapon át, május 16-áig látogatható.